Megkezdődtek a földmunkák. Hamarosan épül Gödöllőn az úszoda, amire már régóta vártak az itt lakók. 4,5 milliárd forintból készül a sportlétesítmény. Ez egy régen várt pillanat Gödöllőn. A mai napon ez a 30 éves gödöllői álom a megvalósulás útjára lépett. A háttérben látható munka az azt jelzi, hogy a gödöllői úszoda beruházás néhány nappal ezelőtt megkapta a jogerős építési engedélyt, és a kivitelező, beruházó és minden érintett képviseletében föl is vonultak, tehát mostantól a munkaterület átadással ez a beruházás ez visszafordíthatatlanná vált, Gödöllőnek lesz úszodája. Hazai forrás, teljes egészében hazai forrás, ugye Pest megyében vagyunk, tehát a központi régió része vagyunk, nincsenek, vagy nagyon visszafogottan vannak csak uniós források, ebben a beruházásban uniós forrás nincs, ez mind hazai forrás, összességében 4,5 milliárd forintba kerül, amiből 300 millió ennek a területnek a felszabadítása volt. Köztudott, hát a gödöllőiek biztosan mindannyian tudják, hogy itt a Szent István Egyetemnek a tankertészete volt még néhány évvel ezelőtt, ezt a tankertészetet át kellett telepíteni, ennek a költsége 300 millió forint volt, előkészítési költségek. Tehát összességében, ami erre a beruházásra ráfordítódik, az a 4,5 milliárd forint. Szerintem nem azt kell nézni, hogy kivalósította meg, hanem az, hogy végre lesz a gödöllőieknek egy olyan gyönyörű, építészeti szempontból is nagyon értékes és minden igényt kielégítő színvonalas úszodája, ami tényleg hát Magyarország vízesport térképére föltesz, és szerintem ez Gödöllő egyik ékessége lesz, Gödöllő egyik nevezetessége lesz. Szerintem ideje volna most már tényleg a jó oldalát néznének a beruházásnak, és örüljünk együtt a gödöllőiekkel, hogy elkezdődhetett végre. A szerződést tavaly júliusban írták alá a kivitelező céggel, Grabarics építőipari Kft-vel. A napokban tudták meg, hogy megszületett az építési engedély. Mai napon átvettük a munkaterületet, és hát elkezdjük a beruházást. A beruházás keretében fog megépülni ez a gödöllői úszoda, amelynek az elkészült az körülbelül 2020 tavaszára várható. Nagyságrendileg a csúcsidőszakban 250-en fogunk itt dolgozni, és hát bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére fogjuk megépíteni ezt az építményt. Nagyon készültünk rá, most igazából ez egy olyan létesítmény, amit még eddig ilyet nem építettünk, viszont hasonló jellegű szerkezetet, mint ami a itteni kupolafa szerkezete lesz, azt már építettünk nem ennyire attraktív módon, de egy autópályamérnökségen. Úgy gondoljuk, hogy ez egy elég komoly kihívás, és egy szép referencia lesz a cég életében. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez az általunk megépített létesítmény, ez számunkra is büszkeséget okozzon, és hát nyilván a gödöllői lakosságnak pedig majd éveken keresztül sok örömet és kikapcsolódást. De nem csak kikapcsolódásra szánják az úszodát, a környék iskolásai itt tanulhatnak megúszni a Tanmedencében, de nagyobb vízes versenyekre is tervezték az úszodát. Elsősorban helyi lakosoknak, de a környéken élők is itt tanulhatnak úszni. Részben a környék iskolás gyermekei az oktatás keretében, mindennapos testnevelés keretében lehetőséget kapjanak arra, hogy megtanuljanak úszni. A mérete, a szolgáltatásai azt is lehetővé teszik, hogy egy nagyon komoly vízesportbázis alakuljon ki Gödöllőn. Tehát a vízesportok képzésében, utánpótlás képzésben, sőt a versenysportban is a Szent István Egyetem egyetemi hallgatóira, az egyetemi sportolókra támaszkodva, akár egy első osztályú vízilabda csapatig vagy úszótímig is eljuthatunk. Ezzel a beruházással lehetővé válik, hogy Gödöllő és Gödöllő környéke a magyar vízesport térképére fölkerüljön, egy nagyon fontos központtá válik majd a jövőben. Az úszodát Jánosi János Ibüldíjas építész tervezte többet magával. 15 fős csapat dolgozott a terveken Jánosi János főépítésszel az élen. Elkészültek a koncepció és beépítési tervek, később elfogadásra kerültek, most pedig az építési engedélyt is megkapták. Egy természeti környezetben, amikor az építész jön, az mindig csak belerondítani tud.
mert hogy azért itt a kastély, valahai kastélykert részén, szélén vagyunk, és ezért egy nagyon fontos kiindulás volt, hogy a legkevesebb, idézőjelet éve a legkevesebb természeti beavatkozással hozzunk létre egy nagy úszodát. Egy 50 méteres versenymedencéről van szó, ami 25 méter széles, 9 pályás versenymedencével, 600 fős lelátóval, egy 6x10 méteres tanmedencéről, ahol a gyerekek tanulhatnak úszni, és a második ütemben, ami szintén meg van tervezve ezen beruházás keretén belül, egy 25 méteres, 10 méter széles bemelegítő, illetve szintén versenymedence. Tehát ennél a dolognál egy alapkiindulás volt a víz, a természet, hogy az épület alapkoncepció az, hogy gyakorlatilag mint egy vízcsepp, amikor belecseppen egy sík felületbe, akkor az egy nagyon speciális képet rajzol ki, és hullámokat vet. Tehát gyakorlatilag ide egy 66 méteres átmérője, az 50 méteres versenymedencének megfelelően egy 66 méter átmérőjű kupola helyezkedik rá a medencetérre, amely belülről egy látványos faszerkezettel, itt külön jó értelembe véve meccset vívtunk a tűzoltókkal, hogy ez meglegyen, de természetesen ez minden tűzrendészet és egyéb szabványnak is megfelel. És ezután az épület, mert ugye az 50 méteres versenymedencén kívül még nagyon sok öltözőre, egyéb kiszolgáló funkcióra van szükség. Ezek a kiszolgáló részek a barokk kastély, a barokk világ szerkesztésére egy öl, mint egy kéznek az öle helyezkednek el, de azok már zöldtetővel, zöldfedéssel. Jelenleg még a kiviteli tervek készülnek, amelyek 3 hónap alatt végleges formába kerülnek. Addig az építési területen előkészítik a terepet. Ezen kívül még 49 tanúszoda épül majd az országban. 24 tanúszoda épül az országban első ütemben, és most a második ütemben szintén 26 tanúszoda terveit készítjük el, amelyek ugyan típus tervként mennek, de minden helyszínre adaptáljuk, és minden helyszínre egyedi bejárattal és egyedi színvilággal látjuk el ezeket az úszodákat. Tehát van tapasztalatom ebben a dologban, de ekkora léptékű versenyúszodát nem terveztem még, úgyhogy ez egy nagy kihívás volt, és egy remek együtt dolgozás az NSK-val, képviselőúrral, és azokkal az emberekkel, akik ebben a projektben részt vettek. Az épülő úszoda munkaközi címe egyelőre Gödöllői úszoda, de valószínűleg a lakosok pályázat útján dönthetnek majd az úszoda nevéről.